A rovat támogatója a Car Guarantee. Garancia új és használt autóra egyaránt. Hogy csinál a lengéscsillapító? A lengéscsillapító? Igen, így mozog. Melyik alkatrész csinál így az autóban hosszú időn keresztül? A lengéscsillapító. Pontosan. Ő Lola, ez pedig Lola kocsia. Lengéscsillapító csere következik. Örülsz? Nagyon. A lengéscsillapító nem csak kényelmet biztosít, hanem optimális tapadást, ami fontos a biztonságos vezetés és a fékezés szempontjából. Megnő a fékút, hogyha rossz a lengéscsillapító. Most már megtanultam az egészet. Akkor mondd vissza. Nem tudom. Na, nem fogom fel. Próbáld meg, légy. Nem tudom. Mit csinál a lengéscsillapító? A lengéscsillapítók összenyomás és kirúgózás hatására elnyelik az út egyenetlenségeit, anélkül, hogy a kerekek elemelkednének a talajtól. Igen. Akarsz róla beszélni? Én már csak használni szeretném. Tessék. Köszi, sziasztok! Mondhatom? Mit? Nagyon fontos, felkészültem erre a kérdésre. Add elő. Milyen gyakran kell lengéscsillapítót cserélni? Hát ez a vizsgák során... Jó? Nem jutottunk messzire. Megkérdezem még egyszer? Lehet, jó. Hát az segít. Oké. Szóval, milyen gyakran kell lengéscsillapítót cserélni? A vizsgák során ez ugye géppel mérve van, tehát az állapotát folyamatosan felügyeljük, és ha úgy ítéljük, akkor ugye cserélni kell, de ajánlott azért a 200.000 km környékén, addigra elhasználódik. Milyen lengéscsillapítót kell választanunk? Hát, mivel az életünk múlhat rajta, így nem a legsirányabb minőséget. Most már én mindent tudok. Lola, mond nekünk egy frappáns végszót. Ez volt az. A rovat támogatója a Car Guarantee. Garancia új és használt autóra egyaránt.